A koronavírus miatt kialakult helyzet kulminálódott Európában is, tegnap a kormányunk veszélyhelyzetet hirdetett ki. Új Újbuda polgármesterét László Imrét arról kérdezem, hogy a kerületünk hogyan tudott felkészülni erre a helyzetre. Polgármester úr, mit tehetünk? Azt tudom mondani, hogy időbe ébredtünk, hiszen hogyha visszaemlékeznek rá a nézők, ez több az újságban is megjelent, Erről beszéltünk február 8-án, azaz több mint egy hónappal ezelőtt, én kezdeményeztem mind a 23 önkormányzat vezetőjének az összehívását, hogy orvosként beszéljek arról, hogy végeredményben mit jelent ez, ami még egyenlőre Kína és Kína szomszédságába jelen van, de fenyegeti a világot. Hadd mondjam el önnek és a nézőknek amit részben nyilván tudnak. Én katonaorvos voltam 32 évig. Ebben a 32 évben volt 9 olyan év, amikor hadosztály és hadtestvezető orvos voltam, amikor közegészségügyi és járványügyi felügyelőként is kellett dolgoznom, hiszen könnyen belátható, hogy a laktanyák a több száz adott esetben több ezer ember kényszerű összezárása mellett egy potenciális veszélyforrás minden esetben a legkülönbözőbb járványok elindulásának. Tehát én azoknak az ismereteknek, annak a tudásanyagnak, orvosként, klinikum ismeretének birtokába voltam, amikor február 8-án azt mondtam a kollégáimnak, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert ez a dolog, ami még egyenlőre nincs, Magyarországon nincs, ez nagyon komoly veszélyt jelenthet a számunkra. Tehát ennek megfelelően a felkészülés időben történt. Az más kérdés, és ezt is el kell mondanom, hogy ugye alapvetően két dolog az, ami nagyon fontos. Február 8-a után mi deklaráltuk, már akkora sajtótájékoztatót és önök le is hozták ezt a tudósítást, hogy kézfertőtlenítés, szájmaszk esetében, és az összes olyan dolog esetében, amivel megkönnyíthetjük a háziorvosok, szakrendelőbe dolgozó kollégáink működését, egy közel 25 millió forintos keretet fordítottunk rá. Tehát, hogy az önkormányzat ne csak nézzen, ne csak csodálkozzon, és ne csak tárogassa a kezét adott esetben, hogy kérem szépen, hát az államnak a feladata nem, a lakosság védelme, a lakosságot védő egészségügyi dolgozók védelme, az a mi feladatunk. Tehát ebbe léptünk, hogy mit is akarok ezzel mondani? Az, hogy hihetetlen módon akadozik jelen pillanatban is, és ezt a nézők hajszápontosan tudják, hogy hogy is van a készfertőtlenítőnek a kiszolgálása a különböző helyeken, hogyan van a szájmaszkoknak a kiszolgálása a különböző helyeken. Hát, hogyha finoman akarok fogalmazni, igen erősen akadozik. Tehát ide nagyon komoly figyelmet kellett volna az államnak fordítani, hiszen ez a belépő egy hatékony védekezés szempontjából, ezen rajta vagyunk. További lépésként természetesen a közösségekkel irányába fordulva, és majd erről úgy is beszélünk, mert egészen biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen vonatkozású kérdése több óvórendszabályt léptettünk életbe, és fogunk az elkövetkezendő időszakba is. Ráadásul ez a mostani helyzet két nagyon fontos problémát is felvet, amellett, hogy a megelőzésen, illetve a védekezésen van a hangsúly, gazdasági vonatkozásai is lesznek, majd szerintem erről is beszéljünk, de még maradjunk akkor annál, amit polgármester úr említett, a védekezésnél, illetve az eszközök hiányánál. Hogyan mutatkozik ez meg a házi orvosok? tekintetében, illetve mit tehetünk mi, felelős polgárai ennek a kerületnek, ha mondjuk betegek vagyunk? Mindenképpen, hogy a valaki, ugye nem tudjuk szétválasztani. Benne vagyunk egy lecsengő vírus, mégpedig a influenzavírus vírus járványba, és benne vagyunk, én remélem egyébként, hogy nem éri el azt a szintet, egy koronavírus által okozott járványba, világjárványnak minősítette a világszervezet, az egészségügyi világszervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy a vírusos megbetegedéseknél ennek a két megbetegedésnek a tünete teljesen egybeesik. Ezt nem azt mondom, hogy ember legyen a talpán, ember legyen az az orvos, aki ezt szét tudja választani, nem tudja elválasztani. Itt csak a laboratóriumi tesztvizsgálat az, ami meg tudja állapítani, hogy most az influenza-A vírus, vagy a koronavírus az, ami a betegnél az adott tüneteket okozza. Tehát, végeredményben mit is kell tennünk ennek érdekébe? hogyha valaki észleli magán, tehát lázas lesz főleg akkor, hogyha olyan területen járt, ahol a koronavírussal kapcsolatos fertőzés közismert, semmiképpen ne menjen a közösségbe, ne menjen el a házi orvosi rendelőbe, nem menjen el a szakrendelőbe, hanem magára nézve tartsa kötelezőnek a izoláció, a karantén intézkedés szabályait, és telefonon, telefonon hívják föl az egészségügyet, akik már tudják pontosan, hiszen megkaptak minden ezzel kapcsolatos anyagot, hogy mit kell tenniük, ki fogják kérdezni őket, elkészül egy olyan anyag, aminek birtokában adott esetben a mentőszolgálat speciális védőfelszerelésben megjelent dolgozói fognak megjelenni, és az illetőt vizsgálatra beszállítják, most jelen pillanatban még a László kórházba. Tehát nem szabad közösségbe menni. Pláne egy orvosi rendelőt, hogy alapul vesz, egy sürgősségi osztályt ha alapul vesz, hiszen a beteg emberre mi is jellemző, az, hogy egy gyengült immunrendszerrel rendelkezik, és mi is jellemző egy gyengült immunrendszerű emberre, az, hogy könnyen áldozatául esik a fertőzésnek, tehát szét tudom kenni adott esetbe, egy rendelőbe a saját betegségemet másokon. Ezen a februári egyeztetőn többek között arról is egyeztettek a, a, kerületek vezetői, hogy hogyan tudják megsegíteni az egészségügyi dolgozók munkáját, hiszen felteszem, hogy most egyrészt nagyon nyomás is, másrészt sokkal több munka is van. Ez ügyben Új Buda hogy áll? Úgy, hogy a rendelkezésünkre álló, és amit említettem, ezt a bizonyos 25 millió forintos keretet, ahogy beérkeznek az eszközök, és ennek két része van mobil, és természetesen van a fix. Tehát ezek a készfertőtlenítő tornyok, azokat szereljük, kihelyezzük, és ugyanakkor a másik oldalról pedig a szájmaszkoknak a biztosítása. Ez most már az állam részéről is beindult, hogy az orvosi pecsét ellenében a házi orvosok egy helyen átvehetnek 50 darab szájmaszkot. Tehát oda fordulunk, de be kell vallanom őszintén, hogy az az intézkedés, ami állami részről a Nemzeti Népegészségügyi Központ irányából jött, hogy a házi orvosok biztosítsák a védőfelszerelést, ez, ez, ez egyszerűen a képtelenséggel azonos dolog, hiszen semmilyen keretük, semmilyen fedezetük arra nincs, ezt az államnak kell biztosítani, hogy valóban azok, akik Hát feladata, hogy az egészségünket megvédje, vagy adott esetben egy járványos időszakban mentesítsék az embereket a lehető legmaximálisabb mértékbe a bajtól, hogy azok ne betegedjenek meg. Tehát őket védenünk kellene. Nem úgy, hogy kiírok, hogy kell, hanem úgy, hogy biztosítom. És akkor bocsássanak meg, tényleg elnézést kérek ha a milliárdok most a legkülönbözőbb irányba szaladnak szét, és nem akarok itt stadionról beszélni, nem akarok beszélni arról, hogy a Rogánféle minisztérium 150 milliárd forinttal gazdálkodhat, akkor ne 8 milliárd forintot fordítsunk egy világjárvány közepette Magyarország megóvására. Akkor fordítsunk annyit, amit a tényleges szükségletek megkívánnak. Márpedig az, hogy a házi orvosok az állam által el legyenek látva ezekkel a védőfelszerelésekkel, ez az államnak kitüntetett, elsősorban kitüntetett felelőssége és kötelessége. A kormány tegnap hirdette ki a veszélyhelyzetet, és ezáltal a száz főnél nagyobb rendezvényeket megtiltotta. Ön már hétfőn bejelentette, hogy elmaradnak, vagy elhalasztódnak a nagyobb ünnepségek a kerületben. Milyen rendelkezések vannak még, amik a megelőzést próbálják erősíteni. Hát most a tegnapi nap folyamán, amit a kormány meghirdetett, ugye. Ebbe az a követendő dolog van, hogy a száz főnél nagyobb rendezvények elmaradnak. Ez a kerületben nyilvánvalóan érinteni fogja a Karinti Színháznak a működését. A mi részünkről nem lesz olyan rendezvény, ami ebbe beleütközne, tehát ezek már a hétfői nap folyamán visszavonásra kerültek. Csak mondok például a lágymányos jövőből beruházásával kapcsolatban 23-ára terveze volt elismert építészek közreműködésével egy olyan nyilvános konferencia, ahol megismerkedhetünk pro és kontra, hogy az, ami ott megvalósul, az a hatalmas, grandiózus beruházás. Az mit jelent egyébként az ott élők, illetve magának a kerületnek, sőt a fővárosnak az életébe. Ezt el fogjuk halasztani. Tehát semmiképpen nem tesszük ki az embereket annak, hogy egy zárt helyen, ahogy elmondták, én nem is a százasra hivatkoznék, hanem arra, hogy lehetőség van, szorosan sok ember együtt van, elég egy-két fertőzött beteg, aki még nem is tud róla, hogy az. Hogy ezt a fertőzést továbbadja és szétkenje. Tehát ez az egyik dolog. Itt ugye az állam kijelentette, hogy az állami ünnepségek elmaradnak, a különböző pártok kijelentették, hogy a március 15-ével kapcsolatos rendezvényeiket nem tartják meg, ez mind nagyon helyes. Ennek következtében természetesen a 11. kerületre is vonatkozik, nem kiírtan, nem szövegbe megjelenítve, de hát erkölcsi kötelességünk, hogy ebbe a sorba beálljunk és akkor ez lett föl, föl bővítve ezzel a dologgal, hogy val, valamennyi rendezvény, ami a 11. kerületi önkormányzat részéről betervezett és megvalósulna, az most halasztódjon. Ez csak az egyik része. A másik része a történetnek az egyrészt az operatív törzs folyamatosan ülésezik. Ez nem az arra szól, hogy megbeszéljük, hogy ki hogy van, hanem arról szól, hogy mire kell felkészülnünk. Tudni, nekünk nem csak az a feladatunk, hogy ezt megtettük és értékeljük, hanem az, hogy felkészüljünk egy következő lépésre. Mit teszünk abban az esetben, hogyha az állam odáig eljut, hogy bezárja az iskolákat? Ugye már az egyetemek esetében, felsőoktatás esetében rendelkeztek. Azt mondják, és ez kétségtelenül így van, hogy ez a korosztály a legkevésbé fogékony a fertőzésre hiszen sajnos a kínai tapasztalatok alapján megalapozott következtetéseket lehet levonni, hogy melyik korosztály az, amelyik elsősorban téve a fertőzés veszélyének. Na most, hogyha az iskola nem, akkor az óvoda és bölcsőde is besorol ebbe, hiszen ugyanez a, ö, nem szó szerint, de ugyanez a korosztály, és ennek megfelelően nekünk arra kell készen állni, hogyha az iskolák bezárásra kerülnek, akkor bizony nekünk lépnünk kell az óvodák és a bölcsődék irányába is. Ez az egyik dolog. Itt föl kell deríteni azt, és itt már a munkáról beszélünk, talán a fölvezetésben említette, hogy gazdasági vonatkozás, hiszen a gyerekek nem maradhatnak otthon, bölcsőde például, óvoda hanem felügyelet, szülő, szülők ki fognak esni a munkából. Föl kell mérnünk azt, hogy hány olyan szülő van például az önkormányzat esetében, akik ebbe a kategóriába tartoznak, hogyha ez elrendelésre kerül, akkor nem tudnak bejönni. Meg kell néznünk azt, hogy távmunkába, internet segítségével, mégis hányan vannak olyanok, akik el tudják végezni a munkájukat. És akkor van egy, még egy következő lépés, amiről most fogunk beszélni, hiszen, ugye ezt többször elmondtam, és lehet, hogy el fogom még jó néhányszor mondani, mégiscsak orvos vagyok, és a megelőző szemlélet az bennem van. A megelőzést akkor kell tenni, amikor nincsen baj. Amikor baj van, akkor már csak futok az események után. Tehát, hogyha én valóban azt akarom, hogy a új-buda lakosságát a maximális mértékbe védjem, akkor megelőző intézkedéseket kell, Rossz szóval foganatosítani. Ebbe mi is tartozik bele? A fertőzésnek maximálisan kitett korosztály védelme. Mit értek ez alatt? Azt, hogy most föl kell mérnünk és lépnünk el abban az esetben, hogy ezeknek az idős embereknek biztosítsuk azt, hogy adott esetben az élelmiszerbeszerzés, gyógyszerbeszerzést átvállaljuk és valamilyen formában megoldjuk, hogy ne kelljen kimozdulni a lakóhelyükről, a lakásukból, hogy ne legyenek kitéve annak a veszélynek, hogy elkapják a fertőzést adott esetben. Ha ezt meg tudjuk tenni, és meg kell tudnunk tenni, hiszen ugye állítólag azért választottak bennünket, hogy az embereknek az érdekét képviseljük, már pedig van egy másik mondás, hogy bajba ismered meg azt, hogy ki a barát. Hát bajba ismered meg azt, hogy ki az, aki ténylegesen segíteni akar. Na most nekünk ez a kötelességünk, és ebbe az irányba kell elmennünk. Idősek otthonával kapcsolatban. Hadd mondjak egy másik dolgot, hajléktalanok. Hajléktalanokkal, bocsánat a kifejezés, ki a jó Isten foglalkozik. Ők maximálisan kivannak téve annak, hogy legyöngült szervezettel, mostoha körülmények között, áldozatai legyenek ennek a betegségnek, és a mozgásuk kapcsán megint csak azt tudom mondani, szétkenjék a fertőzést. Mit kell tennünk ebbe a vonatkozásba? Szóval sok olyan dolog van, sok olyan dolog van, amin gondolkoznunk kell, amit tennünk kell, és ez a Facebook oldalamra föl fog kerülni még a délután folyamán, hogy milyen olyan elképzeléseink vannak, ami ennek a kerület lakosságának a védelmét kell Jövőbe, hogy szolgálják. Érdekes feladat, hadd beszéljek róla, mert uh, idáig nem is említettük, hogy van egy törvényi szabályozás, ami ilyen esetekben a képviselőtestület működését fölfüggeszti. És a hatékonyabb működés érdekében a polgármester felelősségét természetesen megnövelve lehetővé teszi, hogy operatív módon, azonnal reagálva, Tudjon beavatkozni bizonyos dolgokba, ne kelljen megvárni vagy kikérni a képviselőtestületnek a véleményét, magyarul ne veszítsünk időt alapon, egy azonnali, ugrásra kész ö, reagálást ö, vár el. Ennek az egyeztetése folyik, mert ugye a miniszterelnök bejelentette, hogy az országgyűlés háború esetén is ülésezik. Hát ö, ez nem országgyűlés a képviselőtestületi ülés, az országgyűlésbe képviselők vannak, a kerületekbe pedig emberek élnek. Sok tízezer, sok százezer, sok millió ember. Azokról történő gondoskodás az egészen más kategóriát képvisel, mint, hadd mondjam, volt képviselőként mint az országgyűlésbe elhangzó, nagyon gyakran végigélhető képtelen szócséplés. Ön szerint ez érintheti a költségvetésünket is, új Buda költségvetését át kell csoportosítani pénzforrásokat, vagy megoldható operációs megoldásokkal? Nézze, ebben a helyzetben mindent alá kell rendelni ennek a kellemetlen és fenyegető helyzetnek a megoldására. Vannak a költségvetésbe tartalékok. Ezek a a szükséges, ne szó szerint vegyék, gondolkodás nélkül átcsoportosításra fognak kerülni ebbe az irányba. Tehát nincs, ilyen, ilyenkor egyetlen egy meggondolás van. Miért vagy? Mit kell tenned? Tehát ezt a veszélyt a lehető legmaximálisabb mértékbe lecsökkenteni, és adott esetben, ha bekövetkezik valami, akkor ezt a helyzetet orvosolni. Ennek nyilván költségvetési vonzata van, de ezt meg kell tennünk, ez nem lehet kérdés. Említette a Facebook oldalát, ezen kívül még melyek azok a, a csatornák, amin keresztül gyorsan és frissen és hitelesen tudnak információhoz jutni a kerületben lakók? Például most az ön segítségével, ami ki fog menni az Új Budába. Ez az egyik, a másik az Új Buda az újság segítségével. A harmadik az önkormányzat felületén, amit minden további nélkül interneten elérhető, és erről is külön gondoskodni fogunk. Tehát a rendelkezésünkre álló összes lehetőséget igénybe fogjuk venni annak érdekébe, hogy az információkat, az aktuális információkat a legszélesebb körbe teríteni tudjuk. Azt hiszem a, a korábbi beszélgetésünket is egy olyan kérdéssel vagy kéréssel zártam, hogy mondjon valami bíztatót nekünk, polgármester úr, úgyhogy most is ezzel zárnám. Hát csak azt tudom mondani, hogy maximális mértékben ennek a kerületnek az érdekét fogjuk szolgálni ebben a kritikus időszakban. Mindent, minden energiánkat erre fogjuk fordítani. Nem lesznek feltehetően látványos dolgok, nem lesznek látványos rendezvények. Most a fókuszba egyértelműen ennek a járványnak a megelőzése és hogyha ez bekövetkezne, amit, ami ellen teszünk, és nagyon nem szeretnénk, akkor pedig a következményeinek a csökkentése fog állni. Tehát erre új Buda lakosai biztosan számíthatnak. Ebbe az irányba az önkormányzat a maga teljességével elkötelezett. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.